A manysi kőslakos törzs úgy véli, hogy az Urál-hegységben található az a hely, ahol találkozik az élővilág, a szellemvilággal, a mi dimenziónk egy másik dimenzióval. A hely nagyon veszélyes, ahol már 9 manysik vadász életét vesztette repülő szellemek miatt. 9 fő azonban mégis útnak indul, hogy bevegye a hegyet, azonban rejtélyes körülmények között életüket vesztik. Ez a hely mára már Gyatlofágó néven ismert, ez a hely a Halálhegy. Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. Hát most be kell vallanom valamit, velem szembe a Gyatlov rejtély csak nem régen jött, annak ellenére úgy, ahogy a csatorna erre épül föl, a világunk körüli furcsa dolgokra, teóriákra, rejtélyekre, stb. És valamilyen megmagyarázhatlan módon velem szembe még csak nemrég jött a Gyatlov rejtély, nemrég fedeztem föl ezt a történetet. Hát mikor olvastam és utána jártam jobban a történetnek, akkor hát nem igazán hittem el, hogy ilyen létezhet. Ugyanis az egész, már biztos sok néző hallott a történetről, mert elég híres egyébként, csak az én figyelmet került el valahogy. Szóval amikor olvastam, akkor el voltam borzadva, hogy ilyen egyáltalán hogy történhetett meg, és hogy lehetnek olyan dolgok, és hogy lehetnek olyan részletek a történetbe, hogyha leteszed valamelyik teória mellett a voksodat, akkor mindig valahol lesz ellentmondás. Hát nem véletlenül van az, hogy igazából mind a mai napig nem tudták megoldani ezt a rejtélyt, ezt a tragédiát, hogy mi is történhetett 1959-ben. Hát van egy 2020-as hivatalos álláspont, erről majd később beszélgetünk, de ott is kilóg a lóláb elég sok helyen. És mondom, az egész olyan, mint a direkt, mint hogyha így csináltak volna egy filmet, írtak volna egy történetet vagy egy regényt, és direkt úgy csinálták volna meg, hogy gondolkodj el rajta, de soha nem fogod megtudni, hogy valójában mi is történt. Ez tehát igazából a Gyatlov rejtély, ezt fogjuk most szemügyre venni, ezt fogjuk most megnézni. Próbáltam minél jobban utána járni a történetnek és érdekességet elhozni nektek, úgyhogy nincs is más hátra, vágjunk bele a mai videónkba. A Szovjetunióban járunk 1959. januárjában, amikor is egy egyetemistákból álló 9 fős csoport úgy dönt, hogy neki vág és beveszi az Urál-hegység északi részét. A csoportot Igor Gyatlov vezette, aki később a névadója is lesz a hágónak. A történet maga nem bonyolult, a Sverdlovszki Uráli Műszaki Főiskola tagjaiból 9 fő sítúrára indul, és már januárban elindulnak, hogy időben a helyszínre érkezzenek. Aztán később az illetékes hatóság elrendel melléjük egy 10. személyt, méghozzá Szemjon Zolotarjovot, a turistabázis helyi túravezetőjét. A terv a következő, bő 2 hét alatt megtenni a hegyekben körülbelül 300 kilométert, érintve az Otortyen és a Holadcsak hegyet. Azonban már itt fontos megállni és tisztázni 2 dolgot is. Az egyik, hogy itt a terepviszonyok hát nem éppen a legjobbak, illetve hogy a kijelölt útvonaltól hát nem is annyira messze katonai bázis vagy bázisok működtek, ahol fegyvereket teszteltek és ahol különböző kísérleteket is végeztek, és pontosan ezért is kellett a nemzetbiztonságot is bevonni és engedélyeket kérni, illetve meghatározni a pontos útvonalat, stb. A helyszínig tartó utazást én most nem részletezném, talán annyit érdemes tudni, hogy január 23-án indultak útnak, de magát a túrát január 27-én kezdi meg a 10 fős csoport. Itt lehet egy kis zavar, hogy most 9 vagy 10 fős csoport, 10 kezdik meg a túrát, de rögtön az út kezdetén Yuri Gyugyin lábfájdalmakra panaszkodik, majd kiderül, hogy ideggyulladása van. Egy ideig még kitart, kőzetmintákat gyűjt a közösségnek, de az állapota egyre inkább romlik, így másnap, azaz január 28-án feladja az utat, és igazából a csoport tagjai is úgy látták a legjobbnak, ha nem kockáztatnak és visszaküldik őt a körülbelül 200 km-re található Vizsajba, ahol meg is kapja az orvosi ellátást, mert addigra már hőemelkedése és alhasi fájdalmai is voltak. És hát elég durva belegondolni, hogy egy betegségnek köszönhetően ő lesz az egyetlen túlélője a túrának. És innentől lesz kezdve érdekes a történet, ugyanis sajnos egyetlen túlélő sincsen, így egyetlen szemtanú sem, és így egyetlen olyan magyarázat sem, ami 100%-ban megállná a helyét.
Amiket tudni lehet, azokat a fennmaradt naplóbejegyzésekből és a csoport által készített fényképekből tudhatunk, illetve azokból következtethetünk dolgokra, de ezek is, mármint a naplóbejegyzések és a fényképek is, hát elég hiányosak. Az incidens maga február 1-jéről 2-ára virradó éjszaka történhetett, amikor a Holadcsak hegy közelében rejtélyes körülmények között a turista csoport tagjai közül mindenki életét vesztette. A csoport a tervek szerint február 12-én ért volna vissza Vizsajba, azonban a visszafordult Jugyint gyatlov azzal az üzenettel küldte el, hogy a túra egy pár nappal tovább fog tartani a rossz időjárási viszonyok miatt, így ebben a tudatban a keresésüket csak később, bő egy hét elteltével kezdték meg, február 20-án. Mielőtt rátérnénk a furcsaságokra, azt mindenkinek tudnia kell, hogy a turisták nem kezdő helymászókból álltak, elég nagy rutinjuk volt már benne, szóval ennek a fényében hallgassátok a következő dolgokat. 26-án bukkantak az első nyomra, ugyanis a Holadcsak-hegy lábánál megtalálták a hátrahagyott és megrongálódott sátrakat, amik belülről voltak késsel kivágva, vagyis ez pánikra utaló jel, mert ugye arra se hagytak maguknak időt, hogy használják a be- és kijáratot, hanem inkább szétvágták a sátrat. A hóban hagyott lábnyomokból arra a következtetése jutottak, hogy többükön cipő sem volt a menekülés közben a mínusz 30-40 fokos hideg ellenére sem. Azonban további furcsaság, hogy a lábnyomokból arra lehetett következtetni, hogy a sátrat rendezett sorban hagyták el, ami pánik esetén szintén furcsa. Februárban a 9 eltűnt személyből csak 5-nek sikerült megtalálni a holttestét, 4-ükre majd csak májusban bukkannak rá. Voltak olyan testek, akik alsó neműig le voltak vetkőztetve, illetve 6 holttest ruháján radioaktivitás nyomait lehetett kimutatni, 5 holttestet a sátortól 900 méterrel odébb egy olyan fenyőfalat találtak meg, aminek a legalacsonyabb ága elérhetetlen 5 méter magasságban volt, ők mégis megpróbáltak felmászni rá, ráadásul még tűzgyújtás nyomait is találtak a fa alatt, ami meg azért érdekes, mert a fa közelében lévő ágakat állítólag meg sem próbálták eltüzelni. Arra is voltak utaló jelek, hogy a csoport tagjai találkoztak, és megpróbáltak a sátrakhoz valahogyan visszajutni. Mindegyik test színe narancssárgásra változott, ami szintén érdekes. Kettőjükön égésnyomokat is találtak, azonban tűzre utaló nyomot nem. A helyszínen bár találtak vércseppeket, de ezek a vizsgálatok folyamán valahogy eltűntek, viszont más forrásokban meg azt olvastam, hogy Zinaida, aki az egyik tag volt, szóval ő mellett is találtak vércseppeket, de érdekes módon azok nem tőle, illetve egyikőjüktől sem származhattak. A májusban talált testeken már súlyos belső szervi traumák, sérülések és csonkolások voltak, de mindez úgy, hogy külső behatásra utaló nyom nem volt. Ljudmila Alekszandrovna Dubnyina az egyik legjobb példa arra, hogy úgy voltak elmozdulva a szervei, és úgy voltak eltörve a bordái, hogy nem voltak külső sérülései, viszont mégis hiányzott a szájából a nyelve, de volt olyan test is, ahol pedig a szemgolyó hiányzott. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek már azokon a testeken voltak, amiket csak májusban találtak meg, attól a bizonyos lecsupaszított fától 70 méterre, az olvadást követően egy vízmosás szélén. És ahogy az minden rejtélyes dolognál lenni szokott, többük naplója eltűnt, illetve a kamerákból hiányoztak a filmek, és csak pár olyan fotó maradt fent, amiket ők maguk készítettek, amiket egyébként éppen most is láthattok, de ezekből sokat sajnos nem lehet kivenni, illetve van még egy fotó, amire majd mindjárt visszatérünk. A vizsgálat anyagait jó 30 évig titkosították, gondolom nem is kell mondanom, hogy ez idő alatt eltűnhettek dolgok, ez is tűntek egyébként, majd 1990-ben oldották fel az ügyet. A legutóbbi hivatalos magyarázatig egészen 2020-ig várnunk kellett, és hát lavina. Ezt a magyarázatot több helyen is lehet cáfolni, majd mindjárt meglátjátok, hogy mikre is gondolok. A másik dolog pedig az, hogy azért a tapasztalt hegymászók tudni szokták általában, hogy hol alakulhat ki lavina, de ők ennek ellenére mégis egy rossz helyszínt választottak volna. A másik meg az, hogy ahogy olvasgattam, a körülményekből fakadóan nem igen szokott arrafelé lavina kialakulni. Ez szerint a teória szerint a szél olyan hangokat tud gerjeszteni, ami pánikot tud okozni az emberben, és így az ember elveszti a józan ítélő képességét, és nem képes racionális döntéseket hozni, és ezért viselkedtek furcsán, és néhol megmagyarázhatatlan módon az egyébként rutinos hegymászók.
A hipotermia elmélet arról szól, hogy az ember érezheti úgy a kihűlés szélén, hogy nagyon melege van, melynek következtében paradox vetkőzésbe kezd. Ez magyarázatot is adna arra, hogy miért kezdtek el vetkőzni a turisták, azonban arra már például nem, hogy miért indultak el útnak az éjszaka közepén, és én ezt még azért is tartom szinte lehetetlennek, mert az, hogy egyszerre jöjjön rá majdnem az összes tagra a 9 főből ez az érzés, hát ez nem valószínű. Továbbá még az a kérdés is felmerülhetne, hogy miért volt egy cipő egy random ruhadarabba beletekerve. Ne felejtsük el, hogy ahogy már korábban említettem, a közelben katonai bázisok is voltak. Egy ezen elmélet szerint felrobbantottak a levegőben egy olyan termobarikus bombát, ami miatt mindannyian az életüket vesztették. Ez meg is magyarázná a ruhán mért radioaktivitást, illetve a belső szervek rongálódását is, illetve az égési sérüléseket is. Ráadásul a katonai dokumentumokból kiderült, hogy abban az időszakban két bombázógép is áthaladt a térség felett, és még ha mindez nem lenne elég, a turistacsoport kicsit eltért a kijelölt útvonalról, így könnyen meg lehet, hogy rosszkor voltak rossz helyen. Gyatlovék találkoztak a manysik törzsel, valamiért konfliktus alakult ki köztük, valószínűleg azért, mert birtokháborítónak hitték őket, és ennek következtében a manysik törzs levadászta mindannyiukat. De egyrészt a holttesteken külső sérülés nem igen volt, másrészt miért vetkőztették volna le őket, majd hagytak volna mindent ott a helyszínen. Szóval ez az elmélet is sok helyen ellentmondásos, ráadásul állítólag a másik törzs egy békés törzs, vagyis nem az erőszakról híresek, ja és arról nem is beszélve, hogy csak a turistacsoport lábnyomait találták a helyszínen, viszont ami még furcsább, hogy az ott talált vércseppek meg nem Gyatlovéktól származtak, szóval hát agymenni is az egész. Továbbá az orvos szakértők szerint kizárt, hogy egy ember egy másik emberben ilyen komoly sérüléseket tudjon okozni, szóval hát nem tudom, ez is több sebből vérzik ez a sztori is, de haladjunk is tovább. Hát ezt csak röviden szeretném összefoglalni. Állítólag több szemtanú is beszámolt arról, hogy a hegy fölött aznap éjjel furcsa fényeket láttak az égen. Ebből fakadóan, ha tényleg egy földön kívüli civilizációval találkoztak volna, az talán magyarázatot is adna a rejtélyes és barbár testi sérülésekre. De igazából több erre utaló nyom nincsen. Ezt az elméletet erre a képre hivatkozva állítják, amit egyébként maguk a túrázók készítettek, és sokan meg vannak győződve róla, hogy a fotón bizony egy yeti vagy valamilyen ismeretlen faj látható. Én magam inkább egy embernek nézném, de mielőtt hamar mondunk egy véleményt, hogy mi is látható a képen, azért azt ne felejtsük el, hogy valamiért eltűntek azok a bizonyos felvételek, amiket a turisták készítettek. Vannak még olyan furcsaságok az üggyel kapcsolatban, ami miatt még inkább csak nézel, hogy most mi a kuki. Például az egyik mentős, aki részt vett a hegymászó keresésében a halálos ágyán, azt mondta, hogy nem 9, hanem igazából 11 holttestet találtak, ami szerintem az ufós yetis vagy manysikos sztori miatt lehet érdekes, hogy lehet mégis konfliktus volt, amiben több áldozat is elhunyt, de fogalmam sincs, én is csak találgatok. Illetve már csak, hogy egyet mondjak a furcsaságok közül, egy úriember, aki szintén a keresésben segítkezett, 8 évvel az incidens követően írt egy könyvet, amiben valószínűleg olyan dolgokat írt le, amely az életébe került, ugyanis nem sokra rá a feleségével együtt autóbalesetben elhunytak úgy, hogy az út elvileg teljesen üres volt, de ők mégis egy fának csapódtak. Ráadásul mikor a 90-es években feloldották a titkosítást az ügyről, a könyvből hiányoztak oldalak, amit nemes egyszerűséggel kitépkedtek belőle. És hát kedves nézőim, hogyha eljutottatok a videónak ezen pontjáig, akkor feltételezem, hogy lehet, hogy van köztetek olyan, akit érdekel az én véleményem az üggyel kapcsolatban, hogy én melyik teória mellett teszem le a voksomat, hát fogalmam sincs. Nagy okosságot nem fogok tudni mondani, én a legvalószínűbbnek azt látom, hogy valami katonai dolog lehetett ott, de hát ugye akkor meg miért nem tüntették el még jobban a nyomokat a katonák, miért hagytak támadási felületet. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon rosszul jött ki nekik a lépés, és több dolognak az összessége lett az, hogy ez a történet ilyen tragikusan végződött, amire azt értem, hogy lehet, hogy benne volt a katonaság keze is, de lehet, hogy még egyébként tényleg volt egy lavina is. Szóval így több dolog összessége lehet én szerintem a valóság, vagy ez állhat talán a legközelebb a valósághoz, de mondtam, fogalmam sincs, viszont az, hogy ti mit gondoltok a történetről, az nagyon érdekelne, úgyhogy gyertek a komment szekcióba is,
írjátok le, hogy ti hogy látjátok a dolgokat, illetve azt is, hogy ti melyik teória mellett teszitek le a voksotokat. Egy biztos, hogy sajnos ez a 9 fő 1959-ben nagyon rossz kor volt, nagyon rossz helyen. Én ennyi lettem volna mára, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, akkor nagyon szépen megköszönöm azt, hogyha feliratkoztok a csatornámra, illetve ha dobtok egy lájkot, és hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig pedig vigyázzatok magatokra, sziasztok!